Sziasztok, Pénfolyók, és ez itt egy újabb epizódja a Coop Road to Glory sorozatnak, méghozzá a 11. epizódja Csanáddal. Sziasztok! És ez az első epizódja a La Ligának, vagyis hát a La Ligás résznek. Előző epizódban fejeztük be a Premier League-et, és ahogy láthatjátok, eljutottunk vele a 8. osztályig, és az Athletic Bilbao-val, valamint az Atletico Madrid-dal fogunk játszani ebben az epizódban. Elég erős csapatoknak néznek ki. Igen, ezzel teljes mértékben egyetértek, itt láthatjátok a csapatokat, és el is kezdünk keresni egy ellenfelet. És itt is van az első mérkőzésünk, a Fenerbahce ellen játszik a Bilbao, ami nem is rossz, mert ott van Robin van Persie. És az előző epizódban is kaptunk egy török csapatot, a West Brommal, ha jól emlékszem. Sajnos tőlük kikaptunk, de remélhetőleg nem fogjuk folytatni a vereségi sorozatot a török csapatok ellen. Aduriznek egy fantasztikus kiugratás, Aduriz! Bum, mekkora lövés volt, Rom akartam átvenni. És megint a szélére megyünk, ott van Aduriz középen, most! Garcia! Visszatett labda, ez egy inkább okosabb támadás volt, és megszerezzük a vezetést a 13. percben. Amúgy szerintem benyomott egy lestaktikát. Szerintem. Hát nagyon, nagyon rossz lestaktika volt. Véleményem szerint. De hát... ezzel vezetünk 1-0-ra, nem úgy, ahogy számítottunk rá, de ez is. Kapusnak. Itt van Munyány a szélen. Benyát indítja Munyányt, aki Munyány beéri a labdát. Tökéletesen kapja meg a labdát, Munyány egysel. És Aduriz várja... Aduriz látja meg! Aduriz! 90-es! Ahogy illik! Ahogy illik! Athletic Bilbao módra, Aritz Aduriz! Aduriz nagyon kicsi, de rohadt jó fejjel. És ezzel mindent elmondtam róla, majd 2-0 a 27. percben. Azt tudom, hogy a Lille-be játszott. Ne kezdjen meg inkább volna részletesre. Oha! Reflex! Éppen ittam. Viszont Bezinga. Hoppá. De Marcosszal ketten. Nem! Nem mondod komolyan! Hogy lehet ekkora mázlista? Hogy lehetek ekkora mázlista? Lehetünk. Basz! Aduriz... szélen tűnik fel, és ez már másik sárga lap lesz. Erkin, ez megint Chandler Erkin volt. Erkin elintézte magának, megkapja másik sárgáját. A Spori kihúzta a hátából a napot. Két epizódon belül három embert állítottak ki, viszont ilyen kívülni, ez meg is sérült. És most Oscar de Marcos fogja beadni. És itt van megint valaki, röviden. Oh-ho-ho! Aduriz újra lecsap! Azt a mindenit, azért elmondanám, a becsúszás előtt rá kéne közelíteni arra az... rá lesz. arra a védőre. Oh, it's magic! Ez nagyon-nagyon szép támadás, és újabb Aduriz fejes gól. 45. perc, neki szerintem bőven elég volt. Ennyi a meccsből. Ahogyan mondtam, egy fél idő az Athletic Bilbao-val visszahozta a régi James és Csanád formát. Hát igen, ez az ennek a négy mérkőzéses... Ohohoho, Iker Munyány! Iker Munyány 10,0-át kapott, na az a nem minden. Hány asszisztot adott? Kettő assziszt, tökéletes passzolás, tökéletes cselezés, tökéletes beadás. Ami nagyon-nagyon ritka. Azt a mindenit, de hát akkor köszönjük szépen Munyány. És Adurisról se feledkezünk, mert aki olyan fejes gólt szerzett. Uha, hát ez a La Liga, ez nagyon jól kezdődött, és egyből folytatni is fogjuk, nehogy elveszten a varázs az Atletico Madriddal, akiben ott van Griezmann, Vieto, Filipe Luis, Godin, nem tudok beszélni, Oblak is ott van, Juanfran, Koker, nagyon sok jó játékos van ebben a csapatban. Megnézzük, hogy mit tudunk kihozni ebben az Atletico Madriddal. Hát ha fel annyit tudunk hozni, mint a Bilbaóból, akkor szerintem Madridnak. És a másik meccsünkben nagy csapat ellen lesz, méghozzá a Juventus ellen. Juventus Atletico Madrid. Oké. Okay. Vietto. Griezmann kap egy fantasztikus labdát, Griezmann befelé húzza, Griezmann ellövi, kapufa! Ajajaj. Ezt utalérjük. Hagyd ki. Nem, akkor passzolvisz oda. Ah, akinek állított nagyon jó a labdakezelése. Vietto befordul, Vietto ellövi, Buffon véd. Carrasco beadása. Nem tudom ki vagy. Koke! Valaki lője már el! Filipe Luis, miért álltál meg? Buffon, várj egy kicsit.
és meg tudja szerezni a labdát, és nem volt sem Vietto. Vietto meg tudja forgatni az embereket, Vietto Buffon kezébe lövi. Viszont egy pár bajsz. És most kell kivédekezni Mandzukicot. Ó, ami most nem így, nem így, nem így, nem így. Viszont Oblak védett fantasztikusan Mandzukic távoli lövésénél. Kedi rá. Dybala. Nem szeretem őket felnézni. Szerencsére Mandzukic mellélőtt ezt a helyzetet, volt csapat ellen nem tud betalálni. Griezmann kap labdát, Griezmann, ez helyzet. Griezmann! Griezmann! Buffon nem kezébe, hiszem el. Minden Buffon kezébe megy. Vietto is belerúgta Buffon kezébe, és most Griezmann is. Nem sikerül sajnos leszerelni Pogbát. Mandzukicot meg fellökni, nem? És Mandzukic megszerzi a vezetést. Egy rossz kényszerítő után sajnos a Juventus vezetés szerzett, lepatráztak minket. Nem tudom, ki volt ez a védésen, most nem volt elég Jimenez. Gyors. Nem azt mondom, hogy gyors, nem bírta felült a Mandzukicot, mondjuk ez nem meglepő, de... Mandzukic le is vette a rágból. Most nagyszerűen kapja a labdát Griezmann, és Rugani simán futja. Sőt, Rugani még ki is cselezi, oda-vissza. És mindjárt... Griezmann, nem hiszem el, hogy harmadjára is belerúgjuk Buffon kezébe. Buffon nem dolgoztatja meg annyira a mérkőzés alatt. Ezt nem olyan voltam. Ezt gondoltam, de is fél időben sajnos 1-0 az állás a Juventusnak, pedig sokkal jobban játszunk szerintem, mint a Juventus. Én is úgy érzem, de nézzük meg a statisztikákat. Torres. És második fél időben behoztuk a fantasztikus Fernando Torres-t. Valaki a tenék érdekesen elment. Torres befasz a Griezmannnak, Griezmann! Koke! 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 Ez mi volt? Mindegy, örülünk a gólnak, 49. percben egy gyönyörű Koke, Torres, Griezmann, Koke játék után megvan egy egyenlítés. Nagyon szép volt tényleg, Torres beállt is egyből. A hokiba ez gólpassz lenne. Hát igen. Nem volt rossz szerintem. Torres! Torres! Hát igen, nem a befejezéséről híres, de nem baj, nem baj. Arról volt régen, de most már nem, mindegy. Viszont Gabi meg tudja tartani a labdát, és ülhet is tovább. Griezmann lövő, lövő, lövő! Griezmann! Griezmann! Megfordítjuk! Megfordítjuk! Nagyon rövid időn 7 belül. Perc alatt, 7 perc alatt. Bejött Torres, mint csodacsere, és nem is csinált semmit eddig Gabi, kiagyazott helyzetet. És egyből, Vietto volt a baj, kész. Elkönyvelve. Pontosan. Amúgy milyen rossz érzés lehet ilyenkor leülni a padba és csak tudod leülni ilyenkor. Kedi rá, Dybala nem volt lesen. Jimenez! Oblak fog meg! Oblak nagyon szép másodjára megfogja, és egy kontrát szeretnék bevezetni. Ben, Pogba. Pogba lefordul. Meg Juan Fran utoléri. Ajajajajaj, Marquisio! Oblak fantasztikus védés. Filipe Luis higgadtan oldja meg, és Korea indulhat meg. Ne! Nem tudta szerelni sajnos. Ez kellemetlen. Egy gyönyörű támadás után lekontráztak minket. Ajajaj, Mandzukic másodjára is gólt lő. Griezmann. Így akartuk. Torres! Mi volt ez a lövés? Torres, nem hiszem el, nem most! Nem hiszem el, én se. Jó, jó a szöglet, jó a szöglet, szöglet, hív ki, hív ki. És egy csel, egy pár csel. Vissza-vissza, 14-es számára. Carrasco! Barzagli bukli bele ebbe a fantasztikus lövésbe. Korea! 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 Kivágtam a magas tét. Család, kivágtam a magas tétet. Korea! 90. percben szerzett góljával megszerezzük valószínűsítetőleg a győzelmet. És most viszont beállunk védekezőbe. Senki nem tud mit tenni Korea ellen. Akkora gól volt, hogy elkezdett lagolni az EA szerver, és ezt a részt végre újra 2 győzelemmel zártuk. Egy fantasztikus drámai győzelemmel a végén. És eddig ebben az osztály, ez a 8. osztály eddig szerencse osztálynak tűnik, mert 3 győzelem, 0 döntetlen, 0 vereség, és sok gól.
Csak igazából csak két győzelem kéne, és már is tovább jutnánk. Griezmann volt a meccs embere, ha jól láttam. És két győzelemmel zártuk ezt az epizódot, aminek nagyon örülünk. Megnézzük a következő epizódba a Celta Vigo-val és az FC Barcelonával fogunk játszani, ami fantasztikus. Úgyhogy köszönjük szépen a figyelmet, hogyha tetszett, dobjátok egy lájkot, hogyha nem tetszett, dobjátok egy diszlájkot, és írjátok le a komment szekcióba, hogy miért tetszett, hogy éppen miért nem tetszett. Én Painful voltam. Én Csanád vagyok. Viszont hallásra.